A Kossuth és Liszt Ferenc díjas előadó művész zeneszerző most először vallott arról az időszakról, ami élete egyik legküzdelmesebb szakasza volt. Több tucatnyi dal, dalszöveg és meg annyi színdarab fűződik Dés László nevéhez, akinek legutóbbi szerzeménye, a Pál utcai fiúk is sikert sikerre halmoz. Már a 200. előadáson is túl vannak, még a legnagyobb videó megosztó portálon a színdarab főcímdala a 7 milliós megtekintésen felül tart. Dés László óriási megtiszteltetésnek tartja, hogy ezen a klasszikuson dolgozhatott. Geszti Péternek jelezték a jogutódok, hogy engedélyezik a zenés darab készítését. Előtte nem engedték, így korábban nem született ilyen verzió. Péter felhívott ezzel, én pedig azonnal félretettem minden munkámat, hiszen ez egy nagy lehetőség, amit nagyon jól kellett megcsinálni, mondta a 95. Sláger FM-en Dés László, akinek a munka nem ment zökkenőmentesen. Egy-két bukás után már megtanultam, hogy a munkát mindig nekem kell kezdeni. Ilyenkor mindig az az első, hogy megtaláljam, milyen szituációban hangzik el a dal. Ahogy Csónakos azt mondja, hogy itt leszek. Ez a jelenet ment a fejemben, és egyszer csak elindult egy egyszerű gitárakkordra az egész, de előtte fél évet le voltam bénulva, mert nem találtam a megoldást. Megírtam a jelenetsort, aztán ahhoz készült egy zenei tükör. Ezután jöhet minden más, az író, a dramaturg, de ezt a munkafolyamatot nem adom ki a kezemből. Ezzel sokszor eltöltök akár egy évet is. Amikor ez kialakul, akkor kezdek neki a zeneszerzésnek, mondta a slágerkultban Dés László.